Jó napot kívánok! Ma egy kicsit ismét a vállalkozóknak, a vállalkozókhoz szólnék. Beszéltünk az elmúlt időszakban többször is arról, hogy milyen lehetőségek állnak a vállalkozások rendelkezésére, abból a szempontból, hogy ezt az időszakot, amit a járványügyi válság okozott, minél könnyebben át tudják vészelni. És az egyik az, amire már többször is felhívtuk a figyelmet, a sürgősségi tanúsítványnak az igénylése. Az elmúlt napokban többször is egyeztettünk a Hargita Business Center inkubátorház vezetőségével, és mai nap felkerültek a hbcenter.ro oldalra azok a fontos információk, amik a vállalkozókat érdeklik és érinthetik. Van a Hargita Business Center oldalán egy külön koronavírus fül, aminek két része van, az egyik ez a sürgősségi vagy vészhelyzeti tanúsítvány, ahogy a hbcenteresek, az inkubátorházasok fordították, és ez kétféle tanúsítvány létezik, az egyik a sárga, a másik az kék jelzésű, és egy vállalkozás csak egyik fajtát kérheti. Az egyik arra vonatkozik, és azoknak szól, akik a járványügyi intézkedések, hatósági intézkedések miatt a vállalkozásoknak a működését vagy részlegesen, vagy teljesen le kellett állítsák, a másik tanúsítvány pedig azoknak szól, akik nem kellett ezt megtegyék, viszont az elmúlt évhez képest, illetve az előző hónapokhoz képest a forgalmuk annyira csökkent és annyira közvetett módon, annyira befolyásolja a koronavírus járvány elterjedése az országban, hogy ez érezhető a bevételeiken, érezhető az inkasszójukon. Ezt a tanúsítványt, amit románul betűrövidítése CSU-nak, tehát CSU-nak ként rövidítenek, ezt a prevenire.gov.ro honlapon lehet igényelni, fent vannak már minden szükséges információ, de aki nem biztos a dolgában, azt kérem, hogy használja a hbcenter.ro oldalt, írjon az inkubátorháznak a Facebook oldalára, vagy az info@hbcenter.ro e-mail címen keresse meg az inkubátorház menedzsmentjét, keresse meg a munkatársait, hiszen minden héten ingyenes jogi és ingyenes gazdasági tanácsadást nyújtanak, és miért ne segítenek összeállítani a dokumentációt, segítenek abban, hogy egy vállalkozó helyesen töltse ki azokat a dokumentumokat, azokat a típuskéréseket, amiket be kell nyújtson annak érdekében, hogy ezt a tanúsítványt megszerezze. Nem kérnek ezért el pénzt, mint ahogy halljuk és kapunk információt, hogy sokan most abból szeretnének pénzt keresni, hogy a bajba jutott vállalkozóknak úgymond felajánlják a segítségüket. Arra kérek mindenkit, aki teheti, akinek lehetősége van, és igen, akiket érintett ez a válság, amiben vagyunk, mert ezt mondjuk ki egy gazdasági válság is, azok keressék bizalommal az inkubátorháznak a menedzsmentjét, kérjék a segítségüket, mi a megyei önkormányzatnak a gazdasági igazgatóságával is azon vagyunk, hogy segítsünk minél inkább azon, hogy a megyében működő vállalkozások a legkevesebb veszteséget tudják átvészelni ezt az időszakot. És van még egy dolog, ami felkerült az inkubátorház honlapjára, ez pedig az IMME Invest programja, ez egy hitelprogram, programja a kormánynak, ami az egyik legkonkrétabb intézkedése és válságkezelési hitelcsomagja a kormánynak, mikro, kis és középvállalkozásoknak szól, és olyan hitelgaranciák, amik vagy befektetési, vagy pedig full. Eszköz hitelt jelentene, hogy mire is van szükség ahhoz, hogy igényeljék ezeket a hiteleket, és hogy miről is szól, ezt itt az oldalon nagyon részletesen megtalálható azok a linkek, amelyek a román törvényi keretet is
bemutatják, illetve azok az alapfeltételek, azok a jelentkezéshez szükséges adatok, amire egy vállalkozásnak szüksége van, ahhoz, hogy ezeket a hiteleket igénybe vegye, igényelje, éljen vele, azok mind megtalálhatók. Az elmúlt napokban, mint mondtam, azon dolgoztunk, és az inkubátorháznak a munkatársai azon dolgoznak fáradhatatlanul, hogy a lehető legtöbb Hargita megyében működő vállalkozásnak, nem csak azoknak, akik inkubálva vannak ebbe az intézménybe, segítséget tudjanak nyújtani, segíteni tudjanak abban, hogy ezeket a tanúsítványokat megszerezzék, hogy ezekről a hitelekről, ezekről a lehetőségekről megfelelően informálják a vállalkozói szférát, és azon vannak, hogy segítsenek a vállalkozói szférának abban, hogy ezekkel a lehetőségekkel élni tudjanak. Ez egy hosszú, egy 36 hónapos hitel időszak, ami még egy 36 hónappal, tehát 72 hónapos, hiszen még egy 36 hónappal meghosszabbítható. Idén, decemberig a kamatokat az állam, tehát nincsenek kamatok, hiszen az állam ezt benyeli, és tudni kell azt is, hogy minden hitel támogatása, állami garancia van 80, illetve legtöbb 90%-os intenzitása. Arra kérek minden vállalkozót, hogy nézzék meg, hogy a vállalkozásuk milyen veszteségeket könyvel el, nézzék meg, hogy milyen lehetőségek vannak, mert azt mondják, hogy mindig egy krízisben kétféle ember van, az egyik, aki a lehetőséget, a másik, aki a válságot veszi észre. Nézzük meg, hogy mik a lehetőségek a vállalkozások számára, hogyan lehet ezt úgy túlélni, hogyan lehet ezt úgy átvészelni, hogy ne kelljen csutakra tenni az egész vállalkozást, és hogyan lehet akár átszervezve új startot, új indulást adni annak a vállalkozásnak, hogy a következő években megállja a helyét, és ne kelljen bezárni, ne kelljen a munkásokat elküldeni, akár fizetetlen, akár kényszer szabadságra. Ezen az oldalon megtalálható továbbiakban a kényszerszabadság igényléséhez, illetve ennek a finanszírozásának a lehetőségeihez vezető út is, és ennek az útmutatója, ugye ezt az Azure-Feme és Azure-Pisnél lehetett kérni április 1-től. Mi most azon vagyunk, hogy ebben is segítsünk, aki igényli ezt, viszont arra kérnénk mindenkit, és arra biztatunk minden vállalkozás, hogy aki teheti, aki tud működni, dolgozzanak, ne küldjék el az embereket. Fontos az, hogy, és ezt kiemelték többször a munkaügyi miniszter is, kiemelték a kormány különböző tárcáinak vezetői, hogy a gazdaság nem szabad leálljon, még akkor is, hogyha csökkentett intenzitással működik, még akkor is, hogyha takaréklángon ég, mert ennek az országnak ez az időszak után is működnie kell, ezekre az emberekre, akik vállalkozásokat működtetnek, akik több embernek, akár több száz embernek kenyeret tesznek az asztalára, szükség van, és szüksége van a közszférának is, igen, a vállalkozásokra, hiszen a vállalkozások után befolyó adókból lehet utat, épületeket építeni, lehet szebbé tenni a környezetünket. Ne feledjék el, vigyázzanak magukra, vigyázzunk magukra, magunkra, és kövessék minél többen a HV Center oldalát, akiket érint, akiket érdekel, keressék bizalommal Szakács Pál István menedzser urat, illetve a munkatársait, és arra kérem önöket, osszák meg ezt a videót a vállalkozói szférán belül, minél többen értesülhessenek ezekről a lehetőségekről, és minél többen tudják is igénybe venni ezeket. Viszontlátásra, jelentkezünk holnap!